Az Albakon Fehérvár névadó szponzora az elmúlt héten csődvédelmet kért. Nagy Gábor, az Alba Régi ST elnöke, valamint Halm Roland, a kosárlabda csapat szakosztályigazgatója igyekezett megnyugtatni mindenkit, hogy a gárda be tudja fejezni az idei szezont, és továbbra is változatlan célokért küzd. A múlt héten bejelentett névadó szponzor csődvédelmével kapcsolatban, ugye egyrészt szeretük volna megnyugtatni a szurkolókat, hogy természetesen a csapat ugyanígy, mint idáig a bajnokságot lejátsza, és a Magyar Kupa döntőben is szerepelni fog, de ugyanakkor meg azt is el kellett mondanunk ezzel kapcsolatban, hogy a névadó szponzor kiesésével szükségünk lenne egy olyan támogatóra, aki a jövőben felvállalja a csapatot, és ezen a szinten lévő eredményességhez, vagy esetleg még az előrelépéshez tudna segítséget nyújtani. Hát azt hiszem, hogy minden csapat életében nagy gondot jelent, hogyha a legfőbb támogató kikerül a képből, ráadásul az Albakon 20 éven keresztül gyakorlatilag a durván a felét a költségvetésnek által, úgyhogy igen nagy problémát jelent természetesen. A klubnak nincsen adóssága se játékosok, se beszállítók fele, így ezen nem kell gondolkodnunk. A csapatnál nincs pánik hangulat, a játékosok teszik a dolgukat, ahogy kell, és maximális erőbedobással készülnek az előttük álló feladatokra, a Magyar Kupa Final Four-jára és a bajnokság rájátszására. A városnak nagyon sokat köszönhetünk a városvezetésnek, emellett természetesen azért az a szponzori kör is, aki ott van a csapat mellett, az a 60-70 szponzor, nyilvánvalóan annak is, tehát a szponzori kör, és elsősorban igen a városvezetése, akinek köszönhetően ilyen jól tudunk szerepelni a bajnokságban. A kérdés adott, jelen helyzetben meddig tudja magát fenntartani az egyesület fő támogató nélkül? Hát ebben a formában legfeljebb a szezon végéig, nyár közepéig tudunk működni, és nyilván az akkori helyzetnek megfelelően újra kell gondolni, hogy milyen célkitűzéseket tűzünk ki, milyen csapatot tudunk építeni. A klub sokat köszönhet az Albakom ZRT-nek az elmúlt 20 év támogatásáért, de most mindennél fontosabb olyan szponzor vagy szponzorok csapat mellé állítása, amelyek segítségével Simon Balázsék továbbra is hírnevükhöz méltó célokért küzdhetnek.